Jó napot, jó estét, Trokán Péter, Jászai Díjas, érdemes művész a vendégünk. Osváth Csaroltát látják itt mellette műsorvezetőként, mert ugyanis a hó elöntött minket, és itt egy nagy kavarodás kezdődött, és most leleplezem magunkat, mert lehet, hogy az adás időpontjában már száraz lesz Budapest és vidám, de nem így kezdődött ez a nap, hanem úgy kezdődött, hogy a művész urat betemette. Mármint, hogy nem temette be. Egész Budapestet betemette. Egész Budapestet betemette, hanem hogy nem sikerült időre ide érkeznie, ezért Szegvári lelépett, mert halaszthatatlan dolga volt. A művész úr most már nagyon szeretne egy másik helyen lenni, és nem itt, úgyhogy sürgeti az időt, hogy ugye jól mondom? Csapjunk bele. Üdvözlöm én is a kedves nézőket, és üdvözlöm Trokán Pétert, mint beugró síben lében itt a Libazsírban. A legfontosabb kérdés az az, hogy mennyire vagy elfoglalt Péter? Mármint ami színművészetileg van. Igen, elég elkezdődött. Annyira, amennyire szeretnéd, vagy kevésbé? Elkezdődött az évad egy kicsi csúszással számomra, mert az első darab, ami lett volna Fehérváron, az mindenféle okok miatt elmaradt, vagy átcsúszik valamikor másik időpontra. Emiatt én nem kezdtem a szokásos időben, szeptemberben próbálni, hanem csak októberben a tavalyi darabok felújító próbáit. A Bölcs Nátánt azt tavaly mutattuk be, és azt most felújítottuk idén, azt már játszottuk is, és most kezdtük el próbálni a Király beszéde című színdarabot. Úgyhogy a felújító próbán előadásokon túl vagyok, és már az új darabban is próbálok, most beindult rendesen a gépezet. A Király beszéde az izgalmas? És a főszerepet játszott meg a filmből. Ez egy nagyon jó darab. Uh-huh. Hát a filmet láttátok? Persze, nem? Az persze. Hát ugyanaz tulajdonképpen, igen az. A főszerep a tiéd? Nem, hát én már az öreg vagyok. Hát az a fiatal királyról szól, aki nem tud beszélni. Beszélni tanítják. Igen, az és akkor a... És van egy beszédtanár, aki idősebb, az a Gáspár Sanyi játsza. Uh-huh. Én az öreg királyt játszom, a fiatalnak az apját, aki uh-huh. meghal, és azért lesz aztán ő egy elég szorult helyzetben, hogy neki át kell venni a trónt, uh-huh. és addig meg kell tanulnia beszélni, és erről szól. Uh-huh. Akkor ez rövid szerep. 8-kor otthon vagyok, igen, mert ez a harmadik jelenet végén arról szól, hogy meghal az öreg igen. király. De az első két jelenet, az viszont nagyon jó. Uh-huh. De elmondtuk, hogy a Székesfehérvári Vöröskereszt Színházban. Igen, mondtam. Az úgyhogy én már úgy vagyok vele, hogy én már nem akarok nagyot játszani, hanem jót akarok játszani. Ezt emlékszem, még annak idején még kezdőszínész vagy növendékszínész voltam, akkor mindig mondták, hogy nem kell már nekem olyan nagy szerep, hanem kicsi, de jó legyen. Uh-huh. Egy kivétel volt a Besenyei. Ő nem tudott kis szerepet játszani. Nem volt hajlandó? Genetikusan nem tudott. Egész életében nagy főszerepeket aha. játszott. És amikor megöregedett, akkor még együtt voltunk, még a régi nemzetében voltunk, a 80-as években együtt voltunk 10 évig, én nemzeti stúdiós koromban is ismerem, és nagyon-nagyon szerettem őt, és azt hiszem ő is szeretett engem. Néha, hogy kifakadt, mindenkinek kifakadt, ha valami baja volt, azt ő mindig elmondta. Legendás szólásai voltak például, hogy nem szabad megöregedni, nem szabad. És amikor ő eljött a nemzetiből, hogy most már nem tudja ezeket a hatalmas feladatokat ellátni, akkor a József Attilába felkérték őt a Légy jó, mint haláliban a Pósalaki bácsi, ami egy nagyszerű szerep, ugye, hát egy igazán idős színésznek való, egy hatalmas karosszékbe kell ülni, világtalan ember, a Misi olvassa föl nekem, és a lottériával aztán megtörténik, ami megtörténik. Ez azt jelentette, hogy ez két jelenet a darabban. Nem bírta azt, hogy ő nincs a színpadon. Kint a büfében, ott ült több mint egy órát, mert az elején van, meg a végén van a Bósalaki, és nem bírt ott ülni. Egyszerűen jött, ment, mint a ketrezbe szállt oroszlán, és nem bírta elviselni. Hogyha ő a színházban van, akkor ő nem dolgozik. Uh-huh. Szóval nem volt egy büfészínész, mert a kisebb szerepeket játszók, azok hogy el voltak jó a két jelenet között a büfébe. És a Suka Sanyira emlékszem, mi növendékek voltunk. Ő volt ilyen, hogy mindig kisebb szerep, karak vagy epizód színész, és akkor kisebb szerepeket játszott, és ő imádott a büfébe lenni. És folyamatosan sztorizott,
és sokszor az ügyelő majdnem leállította az előadást, már üvöltött az utas, hogy csöndet kérek a büfébe, csöndet kérek, előadás van, mert harsogott a színházunk, a Sukal sztorizott. Na most a Bessenyei nem volt erre képes, ő nem tudott mit csinálni a büfébe, csak a színpadon tudott létezni. És te milyen vagy? Hogy? És te milyen vagy? Én azért mondtam, hogy én már úgy vagyok vele, hogy nem akarok már nagy szerepet. Én szoktatom magam ehhez az állapothoz. Vagy tudom, hogy életem végéig dolgozni fogok. Uh-huh. De szoktatom hozzá, hogy igen, most már a kisebb szerep is lehet teljes, hogyha jó. De ugyanakkor azért szeretek nagyot játszani, mint például a Bölcs Nátának, Nátánt játszom. Ami hát egy 86 oldalból, 50 oldalt, 60, végdumálok. És azért nem kis történet nyár után elővenni a darabot. Tavasszal mutattuk, bejátszottuk 10-12-szer. És megmaradt 12-ből? És akkor, hogy akkor még emlékszem rá. És emlékszel rá? És tulajdonképpen nem volt semmi gond. Nem volt semmi gond, igen. De azért a szövegkönyv az biztonságot jelent, nem? Hát igen. Ha ott van a próbán a kezedben. Igen, igen, igen. Igen, éppen meséltem neked. Igen, azért kérdezem, mert hogy, mesélt egy sztorit, hogy... Hogy felújító próba volt, úgyhogy délelőtt, este előadás, de még előtte még volt egy felújító próba délelőtt. És akkor lementem Fehérvárra, és akkor 10-kor elkezdtük a felújító próbát, nem mondom, hol a példányom? Már nem kell már, de hol van? Ó, otthon hagytam. De mondom, nem kell, és sikítottam magam, nyugodj már, mert már tudod, de este előadás van, az általában mindig ott van előttünk, ami nem nagyon bejárat a daraboknál. És mondom, hát nem igaz, hát mondom, hiányozni fog, hogyha nem, akkor begöltsük, egyáltalán első előadás idén is. Hát én darabokban voltam. És akkor szépen beültem 2-kor a kocsiba, akkor befejeztük, hazajöttem Pestre, és vissza. Főtem például, és visszamentem az esti előadásra. Ezért jó, hogy Fehérvár 60 kilométerre van, tehát tulajdonképpen megjártam mindent tovább, de az, hogy nincs ott előttem. De Péter, miért nem húztátok le egy fénymásolóval valakinek a példányát? Hát azért egy példány, egy felújító dalodnak a példánya, ott nekem mindenben van jelölve. Ó, Istenem, ennyire speciális? Az nem, hogy, tehát nem olyan, mint egy kotta, hogy ott be minden írva, az én kottám saját magam írom be. Hogy persze, hogy melyik az, ami egy kicsit kritikusabb rész, vagy nem tehát azért semmire nem menik egy szűz példánnyal. Ó, te jó Isten, ezt nem tudtam, hogy ez ennyire fontos. Ez, igen, igen, igen. Azt gondolom, hogy az ember kidekorálja a saját szövegét, mert az úgy átlátható a laikusnak, de, igen, de nem gondoltam, hogy ennek van ekkora jelentőség, igen, hogy a te jelölésed, a te speciális, nem tudom micsodáit. Igen, az, hogy ott legyen mellettem, az a biztos támad. Mert én például nem tudok súgóval dolgozni. Nekem üvölthet a súgó, én nem hallom meg, hogyha valami gáz van, lemegy a redőnyök, akkor lezár a fülem is. Meg az agyam is, meg a fülem is, és akkor rá vagyok bízva, hogy ugorjon be, és akkor be kell ugratni valahogy a izét. Volt már ilyen az életedben? Kivel nem fordult elő? Mindenkivel? Kivel elmondasz valamit? Nem olyan, aki 55 éve van a pályán, hanem olyan, aki 20 éve van a pályán, azzal is előfordult már, hogy csak lemegy a redőny. És akkor van, aki meghallja, hogyha egy jó súgó van, feladja, van, aki pedig... Pánikba esik? Nem, azt nem szabad. Azt nem szabad. De hát azért a dolog vagy úgy oldódik meg, hogy beugrik, mert az ilyen közöbbennek az agy elkezdik almaszalók körögni, beugrik, vagy pedig úgy, hogy a partner látja, vagy partnerek, szerencsésebb, hogy a többen vagyunk a színpadon, partnerek látják, hogy valami van, és akkor buf. Azt akartad mondani, hogy ízzél meg. Tehát így ki lehet egymást húzni, ezért nagyon fontos, azért nagyon fontos az a hát egyáltalán fontos ezért a szakmára a közös együttjáték. Egymással vagyunk, nagyon egymással vagyunk utalva. Én a sugorról nem tudok ráutalva dolgozni, mondom is neki, főpróbálni tőlem, te ma hazamehetsz. A próbán, igen, a próbán. Nem mindenki gondolja ezt így valószínűleg. Ó, hát erős rengeteg mindent, rengeteg olyan gyönyörű sztorim van. Hát majd a Jordánt egyszer elhívjátok, akkor kérdezzétek meg, hogy az ilyen ominózus poénom mi volt, már ő nagyon jól tudja mesélni. Jó, és te nem tudnád, ha már eszedbe jutott, nem mondanád el esetleg? Jó, hát
Szombathely Szent Márton városa, óriási Szent Márton kultusz van ott. És hát ott pénzparipa, postó, minden be van dobva, hogy Szent Márton napi ünnepségen. Többek között a város meghirdetett, a Szent Márton, mert valamilyen, nem tudom, hány száz éves évfordulója volt ennek a szerencsétlen Szent Mártonnak, aki nem is magyar volt, mert még a provinciák előtt volt ott, de mi úgy tartjuk számon, hogy mi az egy magyar szent, és ezért Szombathely böcsülettel ápolja is a Szent Márton hagyományokat. És hogy kiírtak egy drámapályázatot a Szent Márton életéről a színházba, és hát szegény Dúró Győző, a dramaturg, az megkapta 120 pályázat, rengetegen írtak. De volt pénz is rá. És hát beleőszült, hogy nem, egy használható nincs közötte. És kiválasztotta a legkevésbé, már most nem akarom megsérteni a szerzőt, Isten ments, de a legkevésbé rosszat, a leginkább valami módon játszható. Azt mondja, hogy egyik se jó, egyik rossz, mint a másik az. De mondta azt Tamás, hogy figyeljetek ide, ez egy ünnepi előadás, ezt egyszer kell csak játszani, és ünnepi, akkor eljátszok, és utána nem. De azért nagyon lelkiismeretesen felkészültünk. Igen, ám, de hát nem volt bejátszva a dalab. De még amikor bemutattuk, utánmutatást, azért 4-5 előadás még elmegy itt a színházba belőle. Harmadik, negyedik előadásnál kimaradt valami 2-3 hét. És a Szent Mártont a Jordán játszotta, én meg a római provincia vezetőjét, egy ilyen római katonát. És egy óriási nagy hétvitánk van, meg nem tudom is, egy drámai jelenet. És ketten vagyunk a színpad, és a Tamásra tudtam azt, hogy ő hát ilyet hihetetlen vele játszani, mert az a rafinált moső, az mindig ott van a szemébe, vagy az a hunszúcság, az mindenhol ott van, akár igazgatói irodában, akár színpadon, mindenhol. És mert többször játszottunk, és én tudom, hogy láttam rajta, hogy amikor nekem jön egy hosszabb rész, akkor ő úgy elkezd foglalkozni magával mindenfélével, pláne egy ilyen helyzetben. És akkor én mondtam, és egyszer csak, hogy bum, egy ilyen 20 mondatos monológban, bum, lement a redőny. És láttam, hogy a Tamás fölkapta a fejét, hogy mi van, mi ez a csönd? Hát ő későbbre várta a csöndet, és láttam a szeméből, hogy rá semmiben nem számíthatok, mert ő nem azzal foglalkozott, hanem azzal, hogy én majd elmondom az enyémet, azt ő mondja magáért. Így dermesztő volt, és így nyeltem le föl, mint aki nagyon belegondol abba, hogy... és vártam azt a helyzetet, amit az előbb mondtam, hogy a kollégától várjuk az ember. Ha nem ugrik be, akkor a kolléga. Ugye azt akart, de Tamás is nem volt otthon ebből. És akkor megpróbáltam oldalogni a súgó felé, de hát egy kicsit már olyan szánalmasan megnőtt a fülem, de hát hallottam én valami kacarászás, de általában már üvöltött a súgó, semmi. És akkor visszafordultam, és azt mondtam a Tamásnak, hogy és erről neked mi a véleményed? Én Isten bizony nem akartam őt ilyen helyzetbe hozni, de ledöbbent az arcán, hogy hülye ez, most azt szólja nekem a naptárt, hogy én másszak ki, amikor azt sem tudom, én is alig tudom, hogy mit kell mondani. És aztán valami beugrott, és mentünk tovább, de hát kijöttünk, és egyszer fölmosták a padlót velünk, egyszerűen, mert nem bírt, zokogtunk a sírástól, röhögéstől. És a Tamásnak van egy fantasztikus előadó estje, amit ő nagyon zseniálisan kitalált, hogy neki vannak ilyen sztoriai az életben, az ő melléfogásai, az ő szórakozottságából adondó balfogásai, és egyik jobb sztori, mint a másik, és közbe-közbe a magyar irodalomból, a nyugatosoktól betesz verseket. Mit tudom, mondja a hajnali részegséget, és akkor annak abban az állapotban, és abból jut eszébe egy sztori, hogy a színházban ez történt. És többször megnéztem, hogy Szombathely mindig játszotta, hogy összeraktak, hogy gyere, nézd meg, hogy milyen, és isteni volt, és valahányszor néztem,
potyogtak a könnyén, de ez még a mi történetünk előtt volt. Egyszer csak eltelik egy év, és mondják, hogy Jordán megint csinálja ezért a stúdióban a előadó estjét, és én próbáltam a másik teremben, a felső próbateremben, aztán jöttem le, és mondom, benézek egy kicsit, hogy halljam a poénjait. És behallgatok, és egyszer csak mondja, hogy amikor ott állt a Péter, és berakta ezt a műsorába, ezt az infóját, és a stúdióban volt egy nagyon jó hangulatuk is nézőtér, és amikor odaért a poénhoz, nem bírtam ki, beálltam a takarásba meg, és nem bírtam ki. És ott állt a Péter, és akkor nem tudott megszólalni, és beléptem, mondom, te macskos, mondom, te haknizol az én szenvedésembe, az én bakjaimat így adod el, így adsz ki engem. Mondta, hogy nem, most igazolja meg engem, mert egy nézők, és te azt hitték, hogy ez direkt van. Nem bírom ki, hogy nem szégyeled magad, így kiadsz engem. Azt mondja, nem igaz, mert és igazolnak engem a nézők, igazoltak, hogy úgy kezdte, hogy egyébként a Péter egy rendkívül elkismeretes, egy nagyszerű színész, és nem szokott vele ilyen előfordulni, de mindannyiunk, és pont akkor a Péterrel fordult elő ez. Szóval feldúsítottad az előadó és akkor ez a poénnak a poénja volt. Ezt azért mondom, hogy ebből lehet jól is kijönni, de hát akkor én 5 évet öregettem azon a... Na most is. Pont ezt akartam kérdezni, hogy az öregedés az nem gátolja az embert, te iszonyú jól nézel ki, pont olyan vagy nem is változtál. Tehát, hogy változtásokat, mint hogyha a pagodába ülni. Igen, azért én egy kicsit többet, mint te sajnos. Na de, hogy a szövegtanulásban az időmúlása, az hátraveti az embert, vagy nem? Hát hogy ne vetné hátra, persze, tehát nehezebben fog az ember agya. De mondom, lekontrolláltam most itt a felújító próbánál. Hogy megy? Hogy, mert ki volt írva egy szövegösszemondó, azzal kezdtük a felújító próba sorozatot, 2 vagy 3 próba volt, és mondom akkor, nem veszem elő a példányt tavaszul. És a szövegösszemondónak úgy megyek neki, én ezt én csináltam a pályám alatt végig tréningként, hogy a nyáron nem veszem elő a őszi felújító próbánál, hogy vajon mennyi esett ki, vagy nem. És ez nagyon jó beszokott jönni, és most nem mertem megcsinálni. Nem mertem megcsinálni, mert mondom, hogy ha nem emlékszem rá annyira, nagyon nehéz szöveg is, ha lesz szink egyébként. Ha nem, akkor be fogok görcsölni, hogy te Jézus Mária, én már nem tudom úgy. Nem mertem megcsinálni, és átvettem a szöveget, és úgy mentem neki az olvasópróbának, vagy a szövegösszemondó próbának, és akkor az már úgy jól ment. Aha. Jól ment, és az előadása is, hála Istennek, semmi baj. Ja, de hogy? Na. Bocsánat, mondjad. Na, én azt szerettem volna kérdezni, de szerintem te is e felé akart terelni, hogy jó szellemileg karban tartod magad ezekkel a gyakorlatokkal, de fizikailag is nagyon egybevátszol. Nagyon szerencsés alkot vagyok, igen, mert nem a szüleim sem voltak úgynevezett hízékonyak, meg hogy én újpesti gyerek lévén, hát mi utcán nőttünk fel, mi egyfolytában mozogtunk, egyfolytában. Szóval az a mozgás igényem az megmaradt kölyökkorom óta. És az nagyon jó volt, hogy én úgy nőttem fel, hogy minket ott mondom az utcán, de hát az utcak azt jelentette, hogy elment ott 2 naponta egy teherautó, meg 3 lovaskocsi. Mert akkor még Újpesten voltak lovas fuvarozók. És akkor bármikor kiengedtek minket a szüleink, és az utcán éltünk, ott voltunk szem előtt, de kint voltunk. És hát iszonyatosan sokat mozogtunk, hát úgy kellett minket bezavarni este, hogy most már be kell, már sötét van, ne focizzatok már. És ez megmaradt bennem, hála Istennek, és aztán ez lett úgy, ameddig lehetett, kosárlabdáztam. Hát nem magas is vagy. Amikor pedig volt egy nagy szünet, és hogy a 80-as évek elején, igen, ott egyszer csak megalakult a színházi kosárlabda csapat. Igen, mert akkor a BSE női csapata bejutott a Ronchetti Kupa Európa Kupa döntőjébe, és az akkori edző, a Szabó Dönci bácsi, egy fantasztikus edző volt, megkért minket, hogy előtte csináljunk egy színészek, újságírók kosárlabda meccset. És akkor össze is hoztuk.
És úgy összejöttünk mi színészek, és tehát ne hülyeskedj, hát te is tudja, Bubik Pista volt, ott az Szamóca, később a Nagy Ervin is bejött, meg ők a Sipos, és ezt csináltuk 15 évig. Mert azt mondjuk, ez olyan jó, mert gyerekek. 15 évig kóstolatot. És megkaptuk a 80-as elejét, a 90-es évek, a Pisti halála volt az, ami megszakította ezt, azt hiszem 2003-ban. Igen, és minden szombaton reggel ott voltunk 7:30-9-ig, megkaptuk a sportcsarnokot. Majd jó sikerült ez a színészek újságírók meccs, meg meg is nyerte a csapat, és az akkori elnök, a Déri Robi, a BS elnökem. Emlékszem, egy nagyszerű pali volt, azt mondta, hogy ha akarjátok, csináljátok tovább, odaadom nektek a termet. 7:30-tól szombaton 9-ig üres. Uh-huh. Egy fillér nélkül. És akkor gyerünk, és ott voltunk, és fölkeltünk színészek szombaton reggel, uh-huh. és csináltuk. De hát a kosárlabda az egyébként élvezeti játék, az nem erősít meg senkit semmiben, csak jó karban tart, vagy jó kedvet csinál, vagy nem tudom, hogy... És az, hogy egy csapatjáték, tehát ott egymásra vagyunk utalva. És a színészek sokszor egymásra jöttek bele, aztán mások is, a régi kosarasok, nem csak színészek, orvosok, ügyvédek, akik játszottak akkor, és ez egy kialakult egy társaság, és baromi jó volt. Aztán később már, amikor egyszer csak az akkori elnök, aki nem tudom, a Déri Robi után jött, az azt mondta, hogy akkor mi fizessünk érte, hogy másfél órát, akkor már jött ez az üzleti világ, és azt mondta, hogy ő nem, hát ötletlen, hogy mi az, hogy ingyen használják az életet, és akkor mondtuk, hogy jó, de álltak, és akkor még föl akarták emelni, még föl, és akkor már úgy nem szívesen jártunk, de a Pisti halála volt az, ami végül is aztán. Az vetett véget a csapatnak. Igen. Azt akartam gyorsan megkérdezni, hogy hallottalak beszélni nem olyan nagyon régen egy interjúban, ahol természetesen szóba jött a szomszédok, és mi azért ezt elég hosszan tűrtük, hogy nem hoztuk szóba a szomszédokat, ami azért közismertség szempontjából nyilván meghatározó volt a pályádon, mert hogy az ország a szomszédokat nagyon erőteljesen nézte, tehát én azt gondolom, hogy akkor tudták meg mindenütt, hogy te a világon vagy, nem csak a színházba járok, hanem a színházba nem járok is. És hogy ott volt egy épeszű kérdés az én kollégámnak, amit én itt megismétlek, hogy többet adott vagy többet vett el a pályádból. Adott is és vett is természetesen, de többet adott. Egyrészt adott, amivel kezdett, a legnagyobb adományt adta egy színésznek, ami egy színész számára a legnagyobb adomány, a népszerűség. Tehát, hogy tudják, hogy kicsoda is. A Horváth Ádámnak hála, ezt ő olyan, mint mindent, olyan emberi módon és olyan empatikusan tudott csinálni, hogy mindig, minden adás végén ott volt, hogy János ekkora betűkkel, Trokán Péter, Zente Ferenc pedig, akkor az egész ország ismerte, de minden adás után ki volt írva, hogy ezt a pasit úgy hívják, hogy Zente Ferenc, vagy Trokán Péter, vagy Kulka János. És így megmaradt a színész nevünk mellett a saját nevünk is, és hát lettünk akkor az a másik nem is adomány, hanem ami úgy érdekes, meghatározó egy színész létének, hogy lett a Kulka, a Trokán. Uh-huh. Tehát megkaptuk a névelőt. Tehát ez egy óriási dolog. Mondtam, hogy a besenyei. Szóval akinek már csak nem kell a keresztnevét mondani, igen, azt már ismerik, az már valami. Valamit letett az asztalra. Mi úgy gondoltunk, hogy ezzel a 13 évvel valami érdekeset letettünk az asztalra. De utána megnéztem a filmográfiádat, és 10 évig nem voltál filmben. Nem. Azt mindenki. A Kulka... Ez az, amit elvett, ez a sorozat. Igen. Senki nem. A Kulka az utolsó évben ő kapott egy filmfűszeret, meg az Anna, a Fehér Anna. Mindig szoktam mondani a zárójelben, azért, mert a Bacsó szerelmes volt bele, és a Bacsó írt neki egy forgatókönyvet, és őt megajándékozta azzal a szereppel. De egyébként a filmesek azt mondták, hogy kösz szépen, nem, hát mit tudok veled kezdeni, hát te erdész vagy, hát én nem tudok rád szerepet hozni. Ez igaza is volt a maga módján. Igen, azt mondod? Hát persze, mert ez egy nem várt hozadéka volt ennek a úgynevezett teleregénynek. Tehát addig a magyar televízióban voltak 6 részes sorozatok, 8 rész előtte volt. Hát alig-alig voltak, Rózsa Sándor. 8 évszak volt előtte, közvetlenül emlékszem a
szomszédok előtt. Hát én arra nem is emlékszem, neked megvan 8 évszak. Igen. Nem. Azt hiszem 6 részes volt, vagy 8 részes, azt hiszem 8 részes volt a neve után is. De ilyen még nem volt, hogy ilyen véget nem érő sorozat legyen, hiszen az egész úgy kezdődött, a Ládám nagyon sokszor elmondta, hogy ő beadta a szinopszist a tévébe, hogy van neki egy ilyen ötlete, és kitalálta ezt a műfajt, hogy teleregény. Senki nem tudta, hogy mi ez, csak érdekes volt, hogy igen, hogy van ez, mint van ez. De nem igazán bíztak benne, és azt mondták az Ádámnak, hogy rendben van, akkor 6 adásra kap költségvetést, csináljon 6 kvázi próbaadást. És akkor meglátják majd annak az eredményét, hogy akkor ez megy-e tovább, mennyire megy tovább, kap még 6-ot, vagy nem tudom én. És akkor megcsinálták az elsőt, én akkor még nem voltam benne, 87 májusában kezdték vetíteni, én 87 novemberben kerültem bele. És aztán végig voltam a 12-be, a stabil 12-be. Mármint 12 évig tartó. Nem, a 12 főszereplőbe, aki minden adásban. De egyébként 12 évig is tartott, vagy 13 évig. Igen, és akkor az első két adás katasztrofális nézettséget hozott. Teljesen se vették volna. Tényleg? Pedig akkor még csak a Magyar Egyes volt, akkor még nem volt kereskedelmi tévé, és nem is érdekelte. A harmadik adásnál egyszer csak úgy olyan érdeklődés félre mutatkozott, és a negyediknél eldurrant a dolog. Eldurrant, és az ötödiknél rekordnézettség volt, és akkor azt mondták, hogy akkor menjen, aztán majd meglátjuk, hogy meddig megy. Tehát az Ádámnak lett igaza, aki egy ilyen feltaláló ember volt, hiszen ők azért az volt bennük a csodálatos, mondom, a többes számot mindig a Vitrai, én meg az Ádám, ők nagyon jó barátok voltak, és mindig hivatkoztak is egymásra. Ugye ők úgy kerültek be a tévébe, hogy nem volt az előzmény. Valahogy bekerültek onnan, és ott lettek onnan a valami. Az Ádám a Honvéd férfikor tenorszólamából, a Vitrai meg a kínai követségről, angol fordító volt, rádióból. Rádióból, igen. Félig meddig rádiós volt, de az is a külsős foci. És csak ott, és nekik kellett kitalálni, hogy ez micsoda, és megtanulták a televíziót, és aztán ők lettek a Magyar Televízió működtető. Igen, a Horváth Ádám nagyon ráérzett valamire, mert azért a Netflix sorozatot előbb találta föl, mint a Netflix. Igen, és ez határozottan az ő érdeme. Annyira szerette, hogy az első adásokat, az első a 6 próbaadást, meg utána is még egy darabig, 4 szerző volt, akik írtak, nem akarom most a neveket mondani, de mind a 4 szerző egy kicsit úgy fogadta el, hogy azt mondták, hogy írjak egy sorozatot, hát na jó, már írok egy sorozatot, van még slóvé lesz belőle, és akkor így. És eléggé anyagul csinálták, és az Ádám erre borzasztó érzékeny volt, és visszajutott egyszer-kétszer a fülébe, hogy valamelyik író így beszélt róla, hogy félváról kell írni nekem ezeket a proli történeteket, nem tudom, bármit szívni, és az annyira berágott, kirúgta mindegyiket, és onnantól kezdve ő írta. Legalább 11 évig, mert amikor közben elnök lett másfél évig, akkor ugye ki kellett neki szállni belőle, akkor nem dolgozni, akkor nem ő. De négyerbe akkor is ő írta, csak nem adta oda másnak. És azért mekkora munka volt az. És a szomszédokat milyen időközönként vetített? 2 hetenként és 25-30 perc. Ja jó, tehát szakember vagy, igen. De sokszor, akik nézik, de hányszor is nézik? Mindenki azt arra emlékszik, hogy hetente volt, nem. 2 hetente volt. Igen. Na de Péter, annyiszor ismételte a Magyar Televízió, hihetetlen sokszor. Igen. Egy kis ismétlési pénzt is kaptunk. Kaptatok belőle ismétlési pénzt? Igen, egy kicsit csurran cseppent. Azért Horváth Ádám egyedülálló volt ebben, mert a tévében egyébként bárkinek ismételtek bármit, nem fizettek egy vasat se. A mi műfajunkban lehet, hogy nektek igen. Hát az Ádám egészen nagyon odafigyelt, már a kezdeteknél odafigyelt. Normálisan voltatok fizetve? Igen. Egyrészt azért, mert az Ádám már akkor is tudta azt, amit mi még nem tudtunk, hogy neki azt is meg kell fizetni, hogy én nem fogok filmezni. Aha, tehát engem, de ugyanakkor a másik oldala pedig az volt, hogy ő azt mondta, hogy színház
bárhova mindenkit kiad, egyeztetéssel, sehova máshova, nem csak a szomszédok mögé. Tehát a színházat meghagyta nekünk. Uh-huh. És ez óriási dolog volt, hogy mi maradhatunk színházban. Mert ugye két hetente volt az adás, az üres heteken volt forgatás a hétvégén. Tehát azt jelentette, hogy nekem két hetente, tehát két nap, maximum két nap forgatásom volt, de inkább egy. Tehát rengeteg időm volt színházat is csinálni, és nem tiltottak el a színháztól. Amikor vége volt a szomszédoknak, még nem volt vége, előtte egy évvel indult a Barátok között. Uh-huh. És akkor engem fölhívtak, hogy hát az a szomszédok az már, úgyis már olyan leszálló ágon, hogy menjek át a Barátok közben. Ez egy induló sorozat, és egy óriási izé, ez már lement Európában mindenhol, és óriási siker lesz. Mondom, hát ne haragudjatok, én ezt úgy tudom a szakmában, hogy senki nem tudja előre megmondani, hogy miből lesz siker. De ez az lesz, mert ez, és valóban így is lett. Az lett. De ez akkor horribilis pénzzel indították be. És akkor nem mondom, jó, hát akkor mik a feltételek? És amikor azt mondták, hogy ja, színházban nem. Mm. Akkor mondtam, hogy köszönöm szépen. Sehol máshol. Nem, nem. Mm. Mert ugye előre forgattak aztnak, hogy 6 hónapig itt, tehát a színházi szerződést azt fel kell mondani, majd ők ezt megfizetik, nem fizették meg, mert sokkal rosszabbul akartak fizetni. De a lényeg az volt, hogy azt mondták, hogy hát most színházban nem fogsz tudni játszani. Akkor mondtam, hogy köszönöm szépen, akkor nekem még ameddig van a szomszédokban, de hát én színház nélkül nem szeretnék, mert a színházi munkánkban nem zavart bele, hála Istennek. Tehát mi nem kaptunk egyik színháztól se. Hát akkor a Nemzetiben voltam, amikor 87-ben bekerültem, akkor 89-ben voltam a József Attilában egy évig, utána Veszprémben voltam 8 évig, utána Madásban 3 évig, és ez alatt, az idő alatt minden rendezőm, igazgatóm abszolút módon respektálta azt, hogy most azért nem adok neked szerepet, mert az most mit fognak szólni, hogy ki jössz ott, mint nem tudom én, Lír király sarszok, ugye? És nem így lett. Nem, más közönség jár, mint a színházban lévő, az el tudja dönteni. Igen, mondom, viszont amit elvett az, és akkor szokták kérdezni, nem sajnálod, hogy nem voltál benne a magyar film? De, egy kicsit igen, de mivel igen. A másik oldal az annyira emberi volt, annyira jó tónusú volt, olyan jó... Jó volt együtt játszani olyan ezekkel jó, az emberekkel? Olyan jó barátságok, hát nem tudok más mondani, nincs szebb szó erre. Olyan, nem csak szakmai barátságok, de emberi barátságok is alakultak ki, amit írtó érdekes, és most ezzel le is záratjuk ezt ennek a sikerszériának az elemzését, hogy mitől, mert mondtam, egyszer leülnék egy ilyen média szakemberek közé egy kerekasztal beszélgetésre, hogy mert most alkalom volt, hogy fölkért egy podcast stúdió, hogy menjünk el, üljünk le a szomszédokról beszélgetni. Uh-huh. De aztán kérdezik, hogy nem azt akarják, hogy beszélgessünk, hanem menjünk ki Gazdagrétre, és ott játszunk el jeleneteket, hogy milyen érdekes, hogy idős, most már nem olyan, de még, és akkor jó, de érdekes lesz, és ez egy nagyon érdekesnek tűnt, és én nekem úgy azt mondtam, hogy ez valahogy nem igazán stimmel most, nem tudtam, mit fognak belőle csinálni. Se forgatókönyvet, nem kaptunk semmit, csak egy fölkérés. És hát mondom, ez így ilyen bizonytalanban nem megyek bele, mert tudom, hogy volt már egy pár ilyen ciki, hogy a szomszédokat tudtam kvázisztik. Mit csináltam? Tettem a telefon, és fölhívtam Fehér Annát. Hogy Anna, ez van. Szóval engem is hívtak, és két napig rágtuk az Annával, hogy elvállaljuk, vagy ne vállaljuk, és ezt ellemondtuk. Mert nem tudták elmondani, hogy ez micsoda. És féltettük a mi szomszédunkat. Ez nagyon szép dolog, hogy a saját brendeket. Igen, és azért mondom, hogy a parácsa úgy alakultak, hogy természetesen Annát, rögtön az Annát hívtam. És úgy beszéltük meg, hogy igen, azért nem, igen, azért, de hogy van ez, hogy gondolják ez? És akkor azt mondtuk, hogy ne bántsuk akkor az emlékét, mert nem, nekünk ez szebb volt annál, mint hogy játszadozzunk vele most bizonytalanban. Lehet, hogy jól sikerült volna, de... Igen, ez abszolút egyébként lehetett volna nagyon jó is, csak ahhoz meg kellett volna mondani, hogy mit akarnak. Igen. Mert simán el tudom képzelni, hogy ez egy érdekes és jó ízű dolog sült volna ki, de én azt nagyon becsülöm, hogy megvédtétek a igen, brendet, amit csináltatok. Igen, csak ugye az egésznek volt egy olyan hangulata, bocsáss meg, hogy a mai celebvilágnak a munkastílusa,
munkalendülete olyan, hogy úgy egy pillanatot belemos bárkit abba, hogy akkor te gyere, most csinálsz, aztán utána nem kell szóval pufuf. Tehát egy kicsit úgy éreztük, hogy velünk most itt nem akarnak valami celebeset csinálni. És azért ezt az Ádámnak az emlékére azt mi tudtuk, hogy akármennyire is ez egy népszerű sorozat, ami szakmailag itt-ott bántható volt, mert nagyon egyszerű technikai módszerek, stb. Csak a végső igazság. De hogy ma is, mert kintom a Facebook oldalt, és van egy csoport, és azok minden másnap, vagy most megnyitám, ott találnék, hogy, és a szomszédokat ellenzik, hogy te a 187. résznél most láttam ott, hogy lehet az, hogy akkor a Jutka ott volt, hát hiszen, és akkor valamit kiszúrnak, ne törődj vele, hát ez olyan volt, hogy... Tehát van egy szomszédok fan csapat, akik ezt komolyan veszik, mint hogy Ádám is komolyan vette ezt a játékot, és nem hagyta a celebritást bejönni ebbe a dologba. Többszörösen túlléptük az időnket, neked menned kell, de azt azért még meg akarom gyorsan kérdezni, hogy az, hogy a lányaitok színésznök lettek, az nektek jó? Meg hogy lett neked egy unokád? Nekem nagyon jó. Most már Atinának is jó, aki nagyon féltette őket, és mindenhol le akarta beszélni őket. Én nem beszéltem le őket, mondtam, hogy nyugodj, ha ők ennyire akarják csinálni, akkor nem süllyed bőle ki rossz. Én is nagyon akartam csinálni, és aztán mindenen keresztül kellett menni, mire ráálltam egy vágányra. Igen. Rólam a legjobb fotót a Nóri csinálta, mert ő végigfotózta az iskolát, az SF-ét, és én akkor történetesen ott tanítottam, és előírásszerűen leültem a gépével szembe, és az életem egyik legjobb fényképe az a Nóritól van. Igen, hála Istennek, igen, rettenetesen kreatív mind a ketten, különböző területeken. A Nóri ugye a fotózással, a ló sutogó oktatással. Tehát, ja persze, az még szóba sem hoztam. Az Anna is úgy csinálta, csak az Anna, amikor az unokám megszületett, akkor nem tudta a kettőt együtt csinálni. Azt mondta, hogy neki most ez a fő dolga. De például most már az unokám már 6 éves lett, az Anna 2 évvel ezelőtt elkezdett terepfutni. És 50 kilométeres maradt a hegyi maratonok. És ez komolyan mondja, ez a sportmánia, ez tőled van. Tehát ő ebbe kreatív, a Nóri abba kreatív, hogy ezt csinálja, azt csinálja, amazt csinálja. De mindkét lány boldog. És közben még a szakma is megy, az Annának most ez bemutatója a jövő héten. A Nóri játszik a centrálban, sikerdarabokban, és a kérdésedre válaszolva, jól érzik magukat, és én büszke vagyok rájuk rettenetesen. És nagyon jól bírod a nagyapaságot? Igen. És mikor, holnap délután vagyok ügyeletes, mert onnan mindig körbe nyomja a családba. Ja, hogy mikor szed a délután, igen, 4-8-ig ki van, és akkor valaki, aki van, akkor beugrik, és akkor... Hát ez így van, színész gyerekekkel. Így van, velünk is így volt, csak nekünk azért, hála Istennek, akkor még meg volt a két nagymama, nekik már nincsen. Nincsen egyik se, úgyhogy most itt a nagymama, dédi, most keverem egy kicsit a nagymama, nagypapa. Nagypapa. De az biztos, hogy nagyon nagy örömmel csináljuk. Hát, nagyon jó fej. Nagyon jó fél Kárli. Kisfiú. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. És jó egészséget, és a Covidról nem is beszéltünk, de ki jöttél a Covidból, mint egy főnix madár. Igen. Hát nem úgy, mint egy főnix madár, mert két évig beállították a vérnyomást. Most azért megyek, most megint elkezdett rendetlenkedni, és főraknak ilyen 24 órást. Hol telt? Jó, akkor mutasson csupa jót neked a 24 órás vérnyomásmérőt. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük. Libazsír jövő héten is lesz, nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra. Annyira örülök, hogy megnéztétek a videót, vagy hogy megnézték a videót, hogy azt kérem, hogy ha már, akkor ha nem túlzás, akkor iratkozzanak is fel, vagy iratkozzatok is fel, aszerint, hogy ismertek, kedveltek, vagy kíváncsiak vagytok-e rá, hogy mit következik a jövő héten.